pedig a zenéért teszik ugyanezt. Eredeti cimbalom rock'n'roll Kelet-Európából. A cimbali band játékában a modern kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, a klasszikus zene a jazzzel. A múlt év végén jelent meg Szívtánc című albumuk, de a napokban a Petőfi Rádió Kultúrfitness című műsorában már az új LP-vel jelentkeztek, 4 vadonatúj számmal. Balázs, az, hogy a cimbalom Chuck Berry-ként apostrofálnak téged, az azt is jelenti, hogy egy cimbalom zenekar képes integrálni a rock'n'rollt? Hát akár a rock'n'rollt is képes integrálni. Szabadjára eresztjük a fantáziánkat, középpontban a cimbalom, és aztán mehet az úzás. Dani, mit integráltok még? Milyen zenei műfajokat? Nagyon sok zenei műfajt integrálunk, mert több helyről érkeznek a csapat tagjai. Van köztünk roma bőgős, van bugyevác harmonikásunk, vannak magyar zenészek, félig sváb, félig magyar. És a dobosunk horvát Dániel vagyok, igen. Úgyhogy mindent beintegrálunk most a zenénkbe. És a kérdező is horvát, csak úgy mondom. Még az egy nemzetiségű beszélgetés, és pont ez a kérdés, hogy hogy lehet ennyiféle népi muzsikát, meg hangszert egyben tartani? Hát én úgy érzem, hogy a Kárpát-medence teljesen ilyen, tehát itt azért előfordul mindenki ebben a kis élettérben. A cimbalom így összetart minket. Szívtánc, az a legutóbbi lemezetek, milyen irányba indul tovább? Hát ezzel nagyon sok tervünk van, mert teljesen más, amit eddig csináltunk. Ugye én a kis ütőhangszerek helyett rendes nagy dobszerelésen játszok, basszusgitár van benne, elektromos gitár van benne, és a Fricska tánc együttessel játszunk együtt, úgyhogy ez egy egész komplett nagy produkció, aminek nemrég volt decemberben a bemutatója, és most csütörtökön megint hallhatják majd és láthatják a közönség a MOM Kulturális Központban. Hogyan fogadják ezt a műfajt, ezt a Kárpát-medencei vegyes műfajt külföldön? Nemrég januárban például ti voltatok a Petőfi Rádió tulajdonképpen küldöttjei a Eurosonic Fesztiválon. Lehet, hogy úgy érzik a külföldiek, hogy egy ilyen kelet-európai zenei eszencia az, amit mi viszünk egy kicsit fogyasztható formában. Nagyon tetszik tényleg a Hollandiától Japánig a közönségnek, ahogy a Holland Eurosonic Fesztiválon is. Nagyon nagy sikert adattunk, azt kell, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyire fognak az emberek örülni a koncertünknek, és tényleg felállva tapsoltak a végén. Azt jól érzékelem, hogy azért a cimbali bennek az alaptempója elég magas? Nagyon sokszor ugye a hív magával ragadja az egész zenekart, ami Balázsból árad. Főleg, ha kidobom a széket a közönség között. Van néha, hogy már Balázs így önkívületi állapotba eldobja a széket, és akkor nagyon megy fel a tempó. Bal lábba kell fel, és megissza a kakaót, kér még egy kávét, és lerúgja a takarót. Indul a hét, és kezdetik el a meló, nincs mit tenni, hétfő van. Beszéltünk arról, hogy Szívtánc, de már készen vannak, vagy készülnek a vadonatúj dalok, még annál is újabbak. Ennek viszont egy szójátékkal Underground címet adtatok. Merre léptek még tovább? Ezzel a 4 számmal, ami elkészült erre az LP-re. Ezzel igyekszünk egy kicsit a közönségnek a nagyobb rétegét megszólítani. Mondhatni, hogy populárisabb 3 dalhoz én írtam a szöveget. Egy érdekes kis vendég lesz a 4. számban. Milyen 4. dal? A 4. dal Halott pénzzel együtt fog készülni. Őt szerintem nagyon sokan ismerhetik már. Egy nagyon jó feltörekvő rapper. Nagyon-nagyon várjuk, hogy mi fog kisülni ebből. De legközelebb tehát Szívtánc a MOM Kulturális Központban Budapesten. Balázs, Dani, köszönjük szépen! Köszönjük szépen a Pultikon nézők figyelmét, és ezt a műsort holnap a Duna World-ön 2-szer is megnézhetik. Viszontlátásra!